A karácsonyfa körül szokatlanul üres a bazilika előtti tér, elmaradt az adventi vásár, pedig a kézművesek már hónapok óta készültek rá. Az örökkék-kék festőműhelybe hagyományos eljárással festi az anyagokat anya és lánya közösen. Mi is nagyon-nagyon készültünk, rengeteg anyagunk van mintázva festve. Az nagyon szívet merengető, hogy ez rászoruló családokhoz kerül. Úgyhogy igyekeztünk nagy szeretettel külön-külön becsomagolni úgy ezeket a kollekciókat, hogy örömüket lejjék benne. A vásárra szánt egyedi pólók, kendők, kapucnis pulóverek most az EON támogatásával az Ökumenikus Segélyszervezethez kerülnek számos más kézműves termék mellett, és jutnak el karácsonyi élelmiszercsomagokban a családokhoz. Köszönjük, és kaptatok! Szeretnénk szebbé tenni minél több nélkülöző családnak az ünnepét. Az EON által támogatott akció most ebben nyújt nekünk hatalmas segítséget, hiszen a megszokott élelmiszercsomagokban, amelyekben tartós élelmiszerek, esetleg karácsonyi édességek találhatóak, most majd a családok extra meglepetéseket találhatnak, olyan kézműves termékeket, dísztárgyakat, karácsonyfa díszeket, meg valóban ünnepét tudják varázsolni az ő karácsonyukat is. Ez az egyedi akció nem csak a családoknak segít, hanem a kiállítóknak, alkotóknak is. Nincsenek itt a bódék, nincsenek itt az árusok, és ezért nagyon sok család került nehéz helyzetbe. Úgyhogy az elmúlt hetekben az Advent Bazilika azon dolgozott, hogy hogyan is tudná őket támogatni. A különleges megoldást végül az EO Hungária csoporttal közösen találták meg. A vállalat 20 millió forinttal támogatja, hogy az elmaradt karácsonyi vásárra készített kézműves termékek ünnepi ajándékként a nehéz sorsú családokhoz kerüljenek. Az idén jobban kell figyelnünk egymásra, azokra pedig különösen, akik a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe. Ezzel az összefogással szeretnénk a kézműves termékeket készítő, valamint a nélkülöző családok karácsonyát is gondtalanabbá, élménytelibbé, boldogabbá tenni.